Már tavaly év elején elindult az piac átrendeződése. Akkor nagyobb volt a kiadó lakások iránti kereslet, mint a kínálat. Ennek eredménye pedig mostanra gyűrűzött be. Nyíregyházán is drágultak a bérleti díjak. Idén július végén már 10%-kal többe kerülnek a kiadó lakások, mint egy évvel korábban, és Nyíregyházán is egy átlagos kiadó lakást kereső fiatal Akár a Nyíregyházi Egyetemre bekerülő egyetemista átlagosan 160 ezer, forinto, 160 ezer forintért tud kiadó lakást bérelni, az egy évvel ezelőtti 130 ezer forintos átlagos bérleti díj helyett. Ez persze nem jelenti azt, hogy mindenkinek ennyire mélyen kell a zsebébe nyúlni, hiszen ezek átlagos értékek, amik a tulajdonosok kínálatában szerepelnek. Egy-egy olcsóbb lakást, tehát egy 40 négyzetméternél kisebb kiadó lakást átlagosan Nyiregyházán 130 ezer forintért kínálnak bérbeadásra. Azok számára, akik még ennyit sem szeretnének költeni a lakhatásukért az egyetemi, évei, egyetemi évek alatt, lehetőségük van szobát bérelni, ezeknek a díja Szaborszat már Beregvár megyeszékhelyén 50 ezer forint havonta. A legmagasabb bérleti díjak Nyiregyházán 520 és 650 ezer forint között mozognak havonta. A drágább ingatlanoknál az is bevett gyakorlat, hogy többen bérlik azt, csökkentve ezzel az egyfőre jutó díjat. Nem csak egyetemisták, hanem a munkahelyteremtő beruházások miatt munkavállalók és a lejárt szerződéses bérlők is keresik ebben az időszakban a kiadó házakat, lakásokat országos viszonylatban pedig Nyíregyházán és környékén kedvezőbb a helyzet a bérlők számára. Általánosságban véve azt lehet mondani, hogy azok, akik Nyíregyházára költöznek, például az egyetemi éveik alatt szerencsés helyzetben vannak, mert vannak olyan egyetemvárosok, adott esetben akár Nyíregyházától nem is olyan messze, például Debrecen, ahol az átlagos bérleti díj már 230 ezer forinthoz közelít, és ez alig egy hajszállal van elmaradva a fővárosi 250 ezer forintos átlagtól. Ebből az látszik, hogy Nyíregyházán gyakorlatilag még a Debrecenihez képest is közel 100 ezer forinttal olcsóban lehet bérelni, ami főleg az egyetemisták számára lehet jó hír, hiszen ők még ha vállalnak is munkát az egyetemi évek alatt, nem rendelkeznek akkora jövedelemmel, hogy az ilyen igen magas bérleti díjakat kigazdálkodják. Az ingatlan szakértő szerint, annak ellenére, hogy országos viszonylatban olcsóbbak az albérletek a térségben, a hazai trendek itt is hasonlóak. A 10%-os drágulás mellett ugyanis bővült a kínálat. Még a tavalyi év hasonló időszakában 100-110 kiadó lakásból válogathattak a bérlők Nyíregyházán, addig jelenleg több mint 120 ilyen ingatlant kínálnak a piacon.